A Magyar Érdemrend középkeresztje a csillaggal, amelyet Tomcsányi Pál, Széchenyi díjas agrármérnök kapott, többek között az agrármarketing hazai meghonosításáért. Fajta kutatása és a kutatás módszertan kidolgozása szintén kimagasló színvonalú munkája volt. Több mint 250 tudományos publikáció, 26 könyv és 13 könyvrészlet szerzője vagy társszerzője. 6 gyümölcsfajta ismereti könyvet írt. Nem csoda, hogy első házasságából született 3 gyermeke büszkén gondol vissza 2018-ban elhunyt édesapjára. Nekem a bátyám is és az öcsém is mezőgazdász lett, én nem. Én kisgyerekkorom óta mindig a kis autókat tologattam, és így végül közlekedésmérnök lettem. De biztos, hogy a tudományos gondolkodás, az, hogy egy témát hogy kell megközelíteni, az biztos, hogy mind a hármunk számára átjött. Hát voltak olyan beszélgetések, amik erre számos alkalmat adtak. A vásáros naményiak sokszor csak Pali bácsiként emlegették a város díszpolgárát. Mindig elmondjuk azt, hogy vásáros naményban a berek szívében úgy próbálunk meg élni, hogy tiszteljük a múltat, ugyanakkor a jövő felé is mutatunk egyfajta irányt. Tomcsányi Pali bácsira, az akadémikusra, a kiemelkedő szakemberre mindenképpen méltósággal emlékezzünk, és emlékszünk is, hiszen tudjuk azt, hogy minden szállal ide kötődött gyermekkorát itt töltötte ezen falak között, és az utolsó lakója volt igazából ennek az épületnek. Az ő és felmenői életének egy része ma is egy kiállítás keretében látható a Beregi Múzeumban, a Tomcsányi Kastélyban. Az épület 2007 óta egy uniós támogatással megvalósult felújítás után lett a múzeum része, előtte számos más funkcióval bírt. 1945-ben államosították az épületet, és mindenféle funkcióval bírt. Ezek közül a legtovább az a funkció bírt, amely évtizedeken keresztül tartott, mégpedig középiskolai kollégiumként működött. Nagyon sokan úgy járnak ide-vissza, látogatók is, hogy egyrészt ugye megnézik a múzeum kiállítását, megcsodálják az épületet, de egyúttal emlékeket elevenítenek föl, hogy amikor ők még itt kollégisták voltak, akkor melyik szobában laktak, és azokat a régi diákcsényeket, illetve az akkori történeteket is megfelelő módon tudják feleleveníteni. A bezárást követően több évtizednek kellett eltelnie, hogy mai pompájában fogadhassa a látogatókat. Egy közösség szempontjából nagyon fontos az, hogy megbecsüljék azokat az embereket, akik tettek és dolgoztak az adott területen, vagy az adott közösségért, és Vásáros Namény nem felejtette Tomcsányi Pált, hiszen akár, hogyha a múzeumra gondolunk, vagy akár mondjuk arra a tevékenységre, amelyet ő a tudományos életbe letett az asztalra, mind ezerszárral kötődik Vásáros Neményhez is, és ő sem felejtette el a települést, és úgy gondolom, hogy ez a kapcsolat, ez a mai napig, még a halála után is nagyon aktív. A Kastély lakói című állandó kiállítás termében február 27-én Tomcsányi Pál születésének 100. évfordulóján emléktáblát avattak a Beregi Múzeum egykori lelkes látogatójának.